Szóval az van, hogy miközben az átlátszó több cikkében próbálta feldolgozni az április harmadikai választásokat, elsősorban az, hogy miért tudott ennyire kikapni az ellenzék, rendre felmerül az, hogy miért nem arról írunk, hogy a Fidesz mit csinált, hogy néz ki a közmédia, milyen a hatalmi struktúra, mi van az alaptörvényben. Hát nem. Ez évek óta tudott, hogy Magyarországon mi van az első tized másodperctől kezdve, ebből a Fidesz túl nagy titkot nem is csinált. És azóta megy ez a teljesen terméketlen vitázás azzal kapcsolatban, hogy ki és hogyan fog ezen majd felülkerekedni. És több mint tíz éve mondjuk, hogy nem, nem fogjátok tudni ezt a várat bevenni. De-de-de-de hangzik folyamatosan a válasz, aki azt mondja, hogy nem fog sikerülni, azt kövezzék meg, meg is kövezzék, akkor csomó klasszikafilológus, meg politológus ott marad megkövezve, az ostromlók elindulnak, karalábéval és répával megdobálják a várfalat, természetesen felkedődnek, majd kezdik előről, miközben természetesen a csatatéren ott vannak azok a hullák is, akiket ők köveztek meg, mert kétségbe vonták az ostromot sikerét már előre. Akkor aztán megint meg Történik ugyanez, megint felkelődnek, egyudán, egy idő után a várvédők ezt elkezdik mérhetetlenül szórakoztatónak találni, ilyen féldisznókat, aranyat, meg egyéb egyéb kellemes dolgokat hajigálnak ki az ostromlóknak, akik morcosan pukkedliznek egyet és kezdik újra. Ezzel telik a 12 évünk, nem ezzel fogunk foglalkozni az elkövetkező időszakban, mert mindeközben a magyar társadalom, az ország egy választáson keresztül is hihetetlenül érdekes dolgokat árul el saját magáról.